Már az ebédidő kezdete előtt többen sorakoztak a Vöröskereszt ételosztó asztalánál. A várakozók között volt, aki csak a segélyszervezet közreműködésével tud ételhez jutni. Ez nagyon jó. Ez a Vöröskereszt nagyon sokba segít. A reggelente meleg teje, meg ezek azok, ez tökéletes. Hideg ételt már november óta osztanak a szervezet munkatársai, meleg étel azonban ma volt először. A forró bablevesből 100 adagot készítettek, elsősorban hajléktalan embereknek. Ebbe az évben még decemberben 22-én lesz még egy meleg ételosztásunk, és ugyanitt a Klapka-György utcával szembe. Itt a bejáratnezéseket bejáratennek szintén 100 adag meleg ételt szeretnénk kiosztani. A volt 3-as iskola udvarán minden hétköznap 14 órakor 400 adag ételt osztanak az Ételt az Életért közhasznú alapítvány munkatársai. A szervezet névkonyháját nagycsaládosok és kisnyugdíjasok is gyakran felkeresik. Azért jövök ide, mert egyedül nevelem a 3 gyereket, rá vagyok sorulva, és 6 éve egyedül kell gondoskodnom a gyerekeimről. Én nekem most ez nagyon nagy segítség, amit itt megkapok, 6 éven keresztül már kapom, ami nagyon nagy előny. Étkezésben, támogatásban, minden. December 17-én 11 órakor a meleg étel mellé 300 kiválasztott tartós élelmiszercsomagot, gyümölcsöt és ruhákat is átvehet majd.